A Borsod Abaúj-Zemplén megyei iskolákban, óvodákban és bölcsödékben is elkezdődött a dolgozók szűrése. A koronavírus gyors tesztek elvégzésében ezeken a helyeken a kormányhivatal segíti a munkát. Mintegy 651 helyszínen csaknem 11 ezer ember tesztelését végzik el a héten. A pedagógusokon kívül országszerte célzott csoportos tesztelés indult az egészségügyi és szociális dolgozók körében is. Esetükben a vizsgálatokat házon belül kell elvégezni, a teszteket a kormányhivatal biztosítja. Miskolc alpolgármestere szerint azonban a város nem kapott elegendő gyors tesztet, 281 dolgozóra ugyanis mindössze 175 darab teszt jutott egyelőre. Tanárok várakoznak a Lévai József Református Gimnázium imaterme előtt. Ezt a helyiséget jelölték ki a koronavírus gyors tesztelések elvégzéséhez. Maszk, arcpajzs, védőköpeny, gumikesztyű. A teszteléseket és adminisztrációt egy 6 fős csapat végezte. A 6 osztályos gimnázium tanárai önkéntesen jelentkezhettek a szűrésre. A 63 pedagógusból több mint 30-an éltek a lehetőséggel. Félórás beosztással dolgozunk. 15 kollégát hívtunk fél óránként, körülbelül 2-3 percet vesz igénybe egy ilyen gyors teszt a tájékoztatás alapján, és így nincs olyan nagy torlódás, tehát valamennyit várniuk kell, mert egy negyed órán belül a teszt eredménye is elkészül. A célzott csoportos tesztelések a Lévain kívül is elkezdődtek. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az iskolai, óvodai, valamint a bölcsődei dolgozók szűrését a kormányhivatal szervezi. Tájékoztatásuk szerint mintegy 651 helyszínen csaknem 11 ezer ember tesztelését végzik el a héten. A feladatot több mint 50 tesztelési csapat, mintegy 90 kormánytisztviselő részvételével hajtja végre, és csaknem 90 orvostanhallgató, illetve egészségügyi hallgató veszi le a mintákat. A pedagógusokon kívül az egészségügyi és szociális dolgozók tesztelését is elrendelte a kormány, esetükben azonban a vizsgálatokat házon belül kell megoldani. Tekintettel arra, hogy ezek a szociális intézmények rendelkeznek egészségügyi személyzettel, így ezen intézményeket tesztekkel a kormányhivatal látja el, azonban magát a tesztelést a szociális intézmények a szerződött orvosokkal, illetve egészségügyi személyzettel végzik. Alakszai Zoltán hozzátette, a tesztek mennyisége minden esetben a dolgozói létszámhoz igazodik. Ez azonban Miskolc alpolgármestere szerint a városban nem így történt. A szociális ellátási területen, a bentlakásos intézményekben ugyanis 281-en dolgoznak. A kormányhivatal viszont csak 175 darab tesztet biztosított. Ez azt jelenti, hogy a dolgozók jelentős részét nem tudják a héten letesztelni. Ez nehéz helyzet elé állította az önkormányzatot. Ezért mi úgy döntöttünk, hogy az őszi napsugár otthonban lévő valamennyi dolgozót teszteljük, hiszen ott elkezdtük a tesztelését az ellátottaknak is, mert csak így biztosítható, hogy azok az ellátottaink, akik jelenleg még nem produkálnak tüneteket, de esetleg már pozitívak, ők elkülönítve biztonságban lehessen az ellátásukat megoldani, és a többieket pedig védeni tudjuk. Az őszi napsugár otthon lakóinak tesztelését egyébként az önkormányzat saját forrásból finanszírozza. Varga Andrea hozzátette, bízik benne, hogy a következő időszakban elegendő tesztet kapnak majd a kormányhivataltól ahhoz, hogy a további 5 bentlakásos intézményben dolgozó szakemberek tesztelése is megtörténhessen.